A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei család esélyteremtő és önkéntes házat a Hieroteosz Egyesület működteti 2018. szeptember 1-től. Feladata a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal szemben fennálló előítéletek csökkentése. Ennek érdekében szemléletformáló programokat valósítanak meg. Így került kapcsolatba az Egyesület a Nemzeti Tehetségprogrammal, amelynek segítségével a tehetséggondozásra tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni. Arra próbáltuk ráirányítani a különböző módszerekkel a figyelmet, hogy mindenki számára, aki ebben az úrban a tehetséges gyermeket kíséri, a legfontosabb a gyermeknek a fejlődése, és az, hogy azt a tehetséget, ami benne van, azt a legjobban, a legszabadabban és a személyiségét előrevívő, jó irányba formáló módon tudja kibontakoztatni. Itt a sakkfoglalkoztatásokon keresztül a drámai színjátszó foglalatosságokon, a szülőket érzékenyítő programokon keresztül, a nagy rendezvényekig nagyon sokfajta rendezvény volt, összesen 143 rendezvény valósult meg a program keretében. Ezeken több mint 1700 gyermek és 1200 szülő vett részt. A projekt rendezvényeinek 4 fő megvalósítási helyszíne van: Máriapócs, Máté Szalka, Kisvárda és Nyíregyháza. Ezek a települések nem csak az egyházak számára kulcspontok, hanem a tehetséges gyerekek számára is. Hiszen Szabolcs-Szentmár-Bereg megye legkisebb településein is tucat számra lehet találni ilyen fiatalokat, hangzott el a megyeházán. Én azt mondanám, hogy a művészeti területen azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy országosan is kiemelkedő tehetséges gyermek létszámmal rendelkezünk, hogyha ez a mondat talán egy kicsit csúnyának hangzik is, de valóban a művészeti terület az, ahol bővelkedünk tehetséges gyerekekben is. Tényleg, hogyha a legkisebb településre is ellátogatunk, akkor akármilyen rendezvény, akkor rögtön leesik az ember álla, hogyha egy iskolai rendezvényen azt látja, hogy valaki felmegy, és valóban szinte a semmiből mégis ott van a tehetség, és hát nekünk ez a feladatunk, hogy ezt ápoljuk és gondozzuk. A Nemzeti Tehetségprogram támogatási időszaka a Hieroteosz Egyesület számára 2018. július 1-től 2019. június 30-áig tart. Ebben az időszakban a partneriskolák számos rendezvényt tartottak, amelyeket egy kiadvány formájában összegeztek.